Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság útjára indította a Vigyázz Rám programot. Adásunkban megtudjuk, kikre is fókuszálnak. Majd bemutatunk egy versenyt, ahol kiderül, hogyan fér meg egymás mellett az alkohol és a vezetés. És végül Kecskemétről jelentkezünk a Magyar Autóklub országjáró kamionjából. A gyalogosok és kerékpárosok közlekedése a közúti közlekedésbiztonság egyik legsarkalatosabb pontja. A baleset megelőzés fő üzenete 2015-ben, hogy figyeljünk jobban a közúti közlekedésben leginkább veszélyeztetett szereplőkre, a gyalogosokra és a kerékpárosokra. Már évelején elkészítettünk egy olyan átfogó tervet, amely nagyon sok pontot tartalmaz, nagyon sokféle módon közelíti meg azt, hogy hogyan és milyen módon tudjuk megelőzni az ilyen jellegű baleseteket. Tehát már kezdtük a kerékpáros szezonnal, március hónapban figyelemfelhívó plakátokkal, TV-spottal a kerékpáros balesetek megelőzését, és ebben az elkövetkező időszakban, a nyári hónapokban, valamint az őszi hónapokban egy külön kommunikációs tervet készítettünk Vigyázz Rám névvel, hiszen a gyalogosok és a kerékpárosok a legvédtelenebb közlekedői a közlekedők közül, és bizony nagyon sokszor nekünk járművezetőnknek kell, akár az elsőbségünk lemondásával, akár egy fékezéssel, akár egy gyorsítással megtenni azokat az elkerülési lehetőségekkel, amelyekkel meg tudjuk előzni a balesetet. A kerékpár világszerte egyre nagyobb szerepet játszik a közúti közlekedésben. Napjainkban már nem csak a szabadidős tevékenységeken belül van fontos szerepe, hanem egyre inkább a munkába járás eszköze is. Passzív védelmi megoldások hiányában baleset esetén az emberi testet közvetlen behatások érik. Ezért a kerékpárosok gyakorlatilag minden esetben megsérülnek, így balesetkor esetükben nem a személyi sérülés bekövetkezése, hanem annak súlyossági foka a kérdés. Közel 50%-a kevesebb kerékpáros vesztette eddig életét hazánk közútjai, mint az elmúlt év hasonló időszakában, és én azt gondolom, hogy mi azért szeretnénk elérni azt, hogy ez az arány, ez tovább növekedjen, tehát még kevesebben veszítsék életüket, akár gyalogosként, akár kerékpárosként, és ezt nagyon sokféle megközelítéssel szeretnénk elérni. A gyalogos konfliktusok jelentős része visszavezethető arra, hogy a gyalogosok sokszor túlságosan bíznak védettségükben, figyelmetlenül lépnek az úttestre, vagy egyszerűen rosszul becsülik meg a közeledő jármű távolságát és sebességét. Másik jellemző figyelmetlenség, hogy takarásból lépnek az úttestre, esélyt sem hagyva a járművezetőknek a megállásra. Nagyon sok idős korú gyalogos közlekedik, akik esetleg nincsenek tisztában pontosan a közlekedés szabályaival. Nagyon sokan időskorban kerékpároznak, akik esetleg szintén nincsenek tisztában a kerékpározásnak a szabályaival, és bizony rájuk figyelni kell. Ami természetesen nem azt jelenti, hogy nekik nem kellene megtenni mindent annak érdekében, hogy ne következzenek be a balesetek, de azt gondolom a kölcsönös odafigyelés, a tolerancia az majd előbb-utóbb eredményre fog vezetni. Iszik vagy vezet? Ez a szlogán biztosan mindenkinek ismerősen cseng. A zéró tolerancia bevezetésével pedig hatályba is lépett, hiszen akár már egy pohár alkohol elfogyasztása után is büntetik a vezetést. Idén 20. alkalommal kerül megrendezésre egy olyan verseny, ahol bár csáberő az alkohol, ám a résztvevők mégsem kóstolják meg, hiszen a rali versenyen vesznek részt, vagyis jogosítvánnyal rendelkeznek. El tudom mondani azt, hogy az előző 19 évben sem volt semmilyen baleset, sem volt semmilyen olyan alkalom, amikor bármelyik sofőrt, bármelyik résztvevőt, aki a volánnál ült, ittas vezetésen kapták volna. Nagyon fontos célkitűzése ennek a felelős gépjárművezetésre való utalás is az ezt történő propagálás. Ennek eredményeképpen és ennek következtében minden évben a rendőrséggel együtt működve folyik ez az egész verseny. Én nagyon remélem, hogy maga a 20. verseny is ugyanúgy fog lemenni, ahogyan az előző 19, baleset ittas vezetés nélkül, és mégis úgy ér haza mindenki a 3 napos rendezvény sorozat után, hogy mosolyogva száll ki az autójából. A
versenyzők az egyes állomásokon megkóstolhatják a legfinomabb helyi borokat, ugyanakkor az iszik vagy vezet elv szem előtt tartásával a sofőrök soha nem fogyasztanak alkoholt addig, míg a kijelölt napi táv teljesítése után le nem teszik a sluszkulcsot. Hát nem véletlen az, hogy a rendőrség 19 évvel ezelőtt nekiállt és elkezdte támogatni a borrealit, hiszen a verseny részvevői arra vállalnak kötelezettséget, hogy betartják a közlekedési szabályokat. Na most a közélet számos ismert személyisége részt vesz a versenyen, és jelentős média érdeklődés kíséri ezt a rendezvényt, ami azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy a többi autós felé mit közvetít ki maga a verseny, nevezetesen azt, hogy ezeknek a híres embereknek is be kell tartani a közlekedési szabályokat, ők sem engedhetik meg a jó borok kínálása ellenére, hogy elfogadják és mégis alkoholt fogyasztanak. Megvan ennek a maga koreográfiája, úgy egyébként amikor vezetünk aznap, akkor nem iszunk, és este a borászok ugye felkínálják a egész nap iható és kóstolható boraikból azt a szükséges mennyiséget, amit az aznapi sofőr elfogyasztat, aztán ha úgy vannak, akkor másnap természetesen cserélhetnek. És azt szeretnénk elérni, hogy ezek a résztvevők folyamatosan azt reklámozzák, hogy lehet úgy a közúton közlekedni, nem lépem túl a megengedett sebességet, és lehet úgy borászathoz menni, hogy én magam nem fogyasztok alkoholt. A zéró tolerancia elvének megfelelően a pilótáknak rendszeresen meg kell fújniuk a szondát. Emellett a szervezők hasonlóan szigorúan veszik a KRESZ szabályainak és a sebességhatároknak a betartását is. Minden versenyen mindig vannak olyanok, akik valamilyen szabályt azért megszegnek. Elviszi őket a versenyláz, azt tapasztaltuk, ami azt jelenti, hogy ha késésben van az egyik állomástól a másik állomásig, akkor hajlamos arra, hogy rálépjen a gázpedálra és növelje a sebességet, ezért számtalan helyen lesz trafipaxos sebességellenőrzés. A trafipaxok nem csak azért lesznek kint egyébként, hogy büntető pontok révén el tudjuk dönteni, hogy ki az első, meg ki az utolsó a versenysorozatban, hanem természetesen elindul az állami büntetési folyamat, aminek a kapcsán a szankciót majd meg fogja kapni nyilvánvaló a járműnek a vezetője. Tehát nem csak közlekedni, de versenyezni is lehet úgy, hogy közben betartjuk a közlekedési szabályokat. Példamutató erre a 20. Magyar Borok Útja Rally is. A Magyar Autóklub országjáró kamionja már több hónapja járja hazánk nagyvárosait. Most Kecskemétre érkezett, ahol a helyi fiatalok megismerhették a biztonságosan közlekedni egy életúton programot. Két részre van osztva az oktatás. Az elméleti részen a legfontosabb gyalogos, illetve kerékpáros KRESZ szabályokat szoktuk átvenni, és utána jövünk a gyakorlati részre. Ezeken a programokon olyan életszerű gyakorlatokat veszünk át, amiben a közötti közlekedésben is találkozhatnak. Ilyen például a kerékpáros program, ahol egy akadálypályán keresztül kell menni, és nagyon szokták élvezni, nagyon tetszik nekik az, hogy az iskolából kiszabadulva sokkal szabadabban tudnak közlekedni, kvázi játékos formában tanulnak. A másik program a Fékezd Magad címet viseli, amikor is a felnőtt által vezetett autót fékezi meg a gyermek a bója előtt. Ez a feladat a helyes távolságbecslés felméréséről szól, hiszen számos gyermek azért veszti életét a közúton, mert azt hiszi, még olyan távolságban van a jármű, hogy átfuthat előtte. Ilyenkor döbbenetesek szoktak lenni a tapasztalataink, mert nagyon rövide szabják ezeket a féktávolságokat. De a kollégáim kifejezetten arra fókuszálnak, hogy az játékos formában történjen, élményszerűen élményeket adjunk a gyerekeknek. Van egy úgynevezett részeg szemüvegprogramunk, amikor speciális szemüvegekkel tudjuk bemutatni a gyerekeknek, illetve a résztvevőknek azt, hogy mennyiben torzítja az alkohol a vizuális észlelést, becsökkenti a periférikus látást, a mélységlátást, a térlátást korlátozza, és lehet látni ezekben a szemüvegekben, de sokkal lassabban, sokkal óvatosabban fogunk benne közlekedni. És az egyik kislány kipróbálta ezt a szemüveget, és sírva fakadt. És nem tudtuk, hogy miért. A kollégák is kérdezték, hogy miért szomorodott el ennyire, és azt mondta, hogy ő nem hiszi el, hogy a felnőttek ilyen állapotban, ilyen látással is képesek beülni az autóba.
Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és tanulságos élmény volt számunkra. De az élmények akkor szoktak tartós maradni, hogyha főképpen érzelmekkel társulnak, és ezt megpróbáljuk közvetíteni a gyerekeknek, de azért folyamatosan beszélni kell róla, és ilyenkor föl szoktuk hívni azt a gyermekek figyelmét arra, hogy ténylegesen jusson eszükbe akkor is, amikor játszik a labdával, hogyha kigurul a labda, ugye ez a klasszikus példa, hogyha kigurul a labda az úttestre, akkor azért nem, tehát körül kell nézni, mielőtt kifut. Ugye 6-12 éves gyerekeknek még életkori sajátosságukból fakadóan bennük van az, hogy feladatokat próbálnak teljesíteni ugye az iskolában is. És amikor játszanak, lent vannak a játszótéren, és elgurul az a labda, elsősorban ő nem arra gondol, hogy most úttesten ment át az a labda, vagy úttestre kell neki kimennie, hanem feladatot szeretne teljesíteni, minél gyorsabban a labda után futni. És ugye ilyenkor azért előkerül az, hogy mielőtt lelépünk az úttestre, körül kell nézni. Természetesen ezek a programok variálhatók, otthoni környezetben is megoldhatók, azért mindenkit figyelmeztetnék arra, hogy ne a közúti forgalomba próbálja ki, hanem otthon, kertbe, zárt területen, akár udvaron, játszótéren, ahol ezt biztonságosan meg lehet tenni. Főleg akkor, hogyha szülő, vagy gondozó, vagy kísérő segítséget is igénybe lehet venni. Ki lehet alakítani kövekből, különböző terettárgyakból ezeket a pályákat. Gyakorolni pedig sohasem később. Lehet, az életünk múlik rajta.